2020-ban a Cserszeg-tomai Panoráma Camping 30 éves lett. Ezen alkalomból készült egy kisfilm Béres Tiborné Erzsivel és Béres Tiborral, a camping megálmodóival és létrehozóival, akik a mai nap is fogadják a vendégeket. Hát nagyon érdekes volt, mert amikor ez a 4 lakókocsi elfogyott az első nekifutásra, akkor láttuk, hogy eljön egy lakóbusz eddig, de nem jön fel. Így felnéz, látja, hogy minden olyan, mint a Szahara. A fűve barna volt, árnyék, semmi nem volt. És fogták magukat, és elmentek. De ezt számtalanszor láttam. De valahogy meg kellene fogni őket, hogy legalább a kapu jöjjön fel, mert ha megfordul, ránéz a gyönyörű panorámára, akkor mindjárt másképp fog kinézni az egész. Gondoltam egyet este, elmentem a barátokhoz, akiket tudtam, hogy sátraznak, tengerparton sátraznak, és kölcsönkértem a sátrakat. Volt benne akkor az a vadkék színű, meg az a vadnarancssárga színű, és a kempingnek a különböző pontjaira felállította a Tibor ezeket a sátrakat. Érkezik az első ilyen kereszteződésig, eljövök onnit, nézegetek fel, egyszer csak látom, hogy felkanyarodik. Beáll a sátor mellé. Hát a kempinges ugye köztudott, hogy nem olyan, mint a hotelos vendég, hogy nyakkendő belemegyek és nézel a másikat, hogy ő mit teszik az étterembe, hanem tényleg ezek a lazák és ismerkedni szeretnék és barátkozni szeretnék típusúak. És rögtön odaállt az egyik sátor mellé, és 2 nap múlva jön hozzám mosolyogva, hogy áruld már el nekem, hogy ki lakik a szomszédba, és mondtam neki, hogy senki. Nem mondom, te se jöttél volna fel a kereszteződéstől, hogyha ez az üres sátor nem állít. Igazam van? És azt mondta, hogy igazam. És hogy milyen jó itt, és milyen kellemes itt. És azt mondja, én úgy megmosolyogtam, mert én kitaláltam, hogy ezt a reklámból állítottad fel. De jó. Hát igen, mondjuk valami mindig kell, ami akár a rétes, akár egy sátor, tehát ami tényleg. De hogy ezt megtalálni, hogy mi legyen az, ami ide vonza az embereket, hogy ez egy igazi kis művészet. Hát abban az időben nagy művészet volt, mert ugye nem éltünk még az internet világába, hogy most felteszek egy reklámot. Nagyon érdekes sztori volt az is, amikor a Facebookra tettem fel, hogy gyerekek, ne csináljátok velem, az utolsó apartmanon van üres, hát senki nem jön bele. És te se kell kezelni, 500 kilométerről Nyíregyháza mellől eljött egy olyan házaspár, akik már jártak nálunk, és nem hívtak fel, és én kiadtam oda azt az apartmant. És eljöttek 500 kilométerről, és az egy apartman már nem volt meg. Tehát Erzsike, odaírtad a Facebookra. Most könnyebb reklámozni, sokkal-sokkal könnyebb reklámozni, de abban az időben tényleg ötletek kellettek az embernek ahhoz, hogy megvonza a vendéget. Mert közvetlensége, kedvessége meg kell fogni a vendéget. Tehát ne érezze azt, hogy ő most egy idegen helyen van, hanem mint egy családtag úgy kellett kezelni. Meg most is úgy kezeljük őket, úgyhogy ez a dolog nyitja, és a szájpropaganda az a legjobb. Thank you.
Na, de szép. Ott fönt, de amikor szép. Csináltuk azt az épületet, aztán ott is voltak ilyenek, és akkor a markolók is lekitettek, egy földabdával együtt, aztán ide lehoztam. Előttettem, azt hittem, hogy nem lesz belőle semmi, de aztán mégis megjövő. Van-e még egy ilyen faiskolája, és hát onnét hoztam ezeket a fákat, bokrokat, meg ott kértem azért egy kis útmutatót, meg szaktanácsadást, és ilyen vékony volt ezek a fák, ilyen vékony kis husángok igen, voltak. Képzelj, amikor megjött a vendég, aztán na jó, van azt mondja, itt van egy husáng, ott meg a másik husáng, tehát fa, kikötötte, addig nem is volt baj, tehát kitett egy szárítót. Uh-huh. Csak amikor rátette, képzelje el a fürdőnadrágját, vagy valami, akkor így összeborult. Azt a súlyt nem bírta. Hát most már bőven elbírna nagyobb súlyt. Amikor bánatos vagy szívárványt, hogy a felhőben járhass. Nevetést, ami ajkat simogatja, gyengéd ölelést, amikor a lelked elhagyatott. Barátokat, akik felvidítanak, szépséget szemeidnek, hogy sokat lássanak. Önbizalmat, ha kétségek gyötörnek, hitet, melyben teljes az élet. Barátságot, hogy megismerd magad, türelmet, hogy a világot elfogad. Boldog 30. születésnapot, Panoráma Camping!